látom, hogy az áldozati bárány szerepét O'Brien vállalta a dél-afrikaiaknál. Igen. És akkor valószínűleg itt ugyanaz a taktika, hát elméleti taktika, ami az előző mérkőzésen, tehát a második számú játékos játszon akkor Van Gerven ellen, és akkor hát, ha Barneyt Peterson meg tudja verni, és akkor jön egy páros meccs. De hát ez nagyon nagy meglepetés. Hát ez szerintem is Raymond van Barneveld is van olyan formában, hogy ne okozhasson neki problémát. Szerintem Devon Peterson, ráadásul tegyük hozzá, hogy tegnapi páros meccset látva O'Brien a jobb játékos. Itt a fájdalmas adat legalul. Volt egy 160-as kiszállója ellenünk. Hát meg egy 80 fölötti átlaga, ami ugye... Az övé volt a legjobb átlag ugye a négy. Devon Peterson 68-as átlagához képest elég magas. Na akkor nézzük, lesz-e űrdárc megint? 96. Remélem mindenki kiment a meccs előtt sörért, nehogy az legyen, hogy lemarad. Hoppá, jött a tripla. 81. Ott a tripla 20. Azt levágta a benne lévő. 99. Az igen, az gyönyörű. Na most aztán beindul Van Gerven, 140. Egy rossz kör Brian-től. Nézzük, Van Gerven gyönyörűen lerakja magát 40-re. Szélvész gyorsan. Igen. Négy kör alatt, úgyhogy 13 nyilassal nyithatja a mérkőzést. Na, dupla 5. No, nincs meg. Lebontogatja szépen. Nincs kiszállón dél-afrikai. Ez megvan, dupla 2. Az is megvan. Azt hiszem ezen a mérkőzésen az a kérdés, hogy egyáltalán O'Brien tud eleget nyerni. Szerintem az a kérdés, hogy dob-e kiszállóra. Inkább. Az nyilván nagyon jól kell fogyasztania. Na, ez most jó ez kezdés. Jó, bizonyám, ez jó, ez így jó út ahhoz, hogy legyen bármi esélye duplára dobni. 180! Hiába kezd jó. És kapsz le egy 180, nagyon bíztató, igen. Egyből jön egy 26-os kompenzációs kör, és már is... Ott 177! 177, marad a 9-es. Sajnálhatja a fél német közönség, aki hazament. Láthatóan elég üres lett az aréna nézőtere. Hát ha Lacikám, nézzük csak, mi lesz ebben. Na, a hetedik nyíl. Hol köt ki? Nagyon rossz helyen. Betyárját neki. A nyolcadik viszont jó helye. Nézz oda, egyetlen nyambat nyír már, elnézést. Igen. Ráadásul ugye jó volt, mert két triplát egy helyre kellett volna dobnia. Hiszen a 144-nél ugye két tripla 20, dupla 12 a megoldás. Ez a dupla 2-t az előbb belőtte, úgy látszik, de nem. Hoppá, és most be is sokat. Na most egy 170-es kiszálló mekkora lenne? Na gyerünk, Liam, csináljuk meg akkor, ha már ott a lehetőség. Abul megvolt, látod? Az jó. Az meg lett volna, csak a tripla előtte. 2-0. Betyárja. Megvan a break. Sikerült a
Lehetett volna majdnem egy 10 nyilas belőle. Szép. Őrület, mit csinál. El kellett volna indítani a stopper órát, hogy mennyi ideig fog tartani ez a mérkőzés. Most már késő. Miért hozzáadunk 3 percet, kb. Annyi ideje megy. Ott a 2 tripla. 180! Gyönyörű játék. Dobrán csak mosolyog, szerintem már rajta az előbb is. Szerintem nem kell nagyon ostoroznia magát, hogyha most nem sikerül itt valami. Kicsúszott a kezéből, vagy mi történt? Mi van? Mi a baj? Nem tudom. Megrögte Fanger. Fanger. Nem tudom. Érezte Fanger, hogy nem tudja máshogy megverni, beszólt neki valamit hátosan. Marad a 40-12 nyíl után. Valami nagyon kibukott. Szerintem azon, hogy a tripla úszatlan annyira lecsúszott a kezéből, és egy ilyen nagyon kövér egyes lett. Az előbb sem jött be ez a kombináció. Igen, most megint dupla kettővel szállhat ki Fangerven. De viszont ki kellene szállnia, mert lehet, hogy O'Brien ezt megcsinálja, hanem az megvan, dupla kettő, de hogy nem megcsinálja. A harmadik legjobb dupla kettővel fejez be. Az összes kiszálló értéke 12 pont, amit dobott. 3 darab dupla 2. A duplákból. A második legkisebb dupla szektor a táblán, amit 3-szor sikerrel abszolvált a holland. Opa! 132-es az első 9 nyilas átlag a Fangervennek, és 96 ponton áll az kör átlaga. Végig vigyorogja a meccset O'Brien, néha egyszer nyilván valamit. Nyilván, de azt nem várhatta, hogy ő itt nagyot fog parádézni. Kemény 10-es eddig. 15. És harmadikat is oda sikerült helyezni. ...93-200 alá ez lemegy. Abszolút úgy alakul ez a meccs, hogy azt vártuk. Nem tud labdába rúgni O'Brien. 85. De Fangeren is egy kicsit ilyen haigálósra vette a figurát. Hát nem annyira koncentrált Fangeren. Igen, hát nem is kell neki egyébként, ezt így zsigerből hozza most, na. 140. Hogy oda-oda éreged, de még duplára nem dobott rá. És lehet, hogy nem is fog. Dupla 12. Agdrótot. És onnan. Az első meccs nyíl volt. Na, 101. Most megráncigálhatja az oroszlán bajszát O'Brien. ...98 marad, még mindig jó a tripla 20. Megvan! Rádob a duplára! Na, azért duplára tudod egyet dobni. Dobott egy nyilat, igen, bocsánat. Ennyit, és ez is volt a... És ennyi volt a meccs, ez. ...95,4-es átlag elég volt, nagyon impresszív első 9 nyíl 125 fölött. 17-13 nyilassal kezdett Fangerven. És már csak Barney meccse van hátra, Peterson ellen. Le.